Szinetár Dórát köszöntjük születésnapi alkalmából, igaz, csak holnap fogja elfújni a gyertyákat, de sok szeretettel köszöntünk, és én már is szeretnélek megletni a FEM3 Kft. Nevében egy virággal. Köszönöm, sok boldog szépen. Születésnapot, köszönöm. Így előre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jaj, de szép. Hát kerek ez a szám, bár nekem anyukám azt mondta, hogy nem szabad nőknek megkérdezni a korát, és nem is nagyon szabad róla beszélni, de hát ezt nem mondhatjuk, hogy kirobbanó formában vagy, tehát nagyon jól nézel ki. Nagyon szépen tényleg. Köszönöm. Hát azt gondolom egyébként, hogy velem már olyan sok minden történt, hogy teljesen rendben van, hogy 40 éves leszek, mert ez kevesebb év alatt nem történhetett volna meg. Úgyhogy meg én erre nagyon büszke vagyok, szerintem ez nagyon jó dolog, és nem csak azért, mert hogy valóban sokszor meg szoktak dicsérni, hogy jól nézek ki ahhoz képest, vagy annak ellenére, vagy azért, nem tudom, hanem amúgy is, tehát hogy azért én várom, hogy legyenek olyan rendes igazi láncaim előbb-utóbb, én szeretnék megöregedni, szerintem ez egy jó dolog, és nagyon nehéz, hogy mostanában annyira küzd ellene mindenki. Úgyhogy igen, 40 éves leszek holnap, és ez tök jó. Már a boltokban kapható az új lemezed, egyébként szándékosan tervezted erre az évfordulóra magát a lemezt? Hát a szándékos tervezés az ilyenkor azért nagyon sok összetevőből áll, kellett hozzá egy csodálatos Jósi István és egy Magneoton kiadó, aki pont mostanra tudta ezt szerencsés építeni. Együttállás. Igen, szóval valahogy ez most úgy nagyon jól jött össze. De hát igen, ugye a lemeznek az a címe, hogy újratervezés, az alcíme pedig azt, hogy 30 év musical emlékei, mert hogy ez egy ilyen dupla évforduló, ugyanis én 10 éves korom óta állok színpadon, tehát ugye most, hogy 40 leszek, 30 éve üzem az ipart, ahogy mondani szokták. És hát ezek olyan dalok, amik hozzám kötődnek valamelyik musical vagy zenés színházi előadásból. És miben más ez a lemez? Volt valami esetleg valami új gondolat, amikor válogattátok a dalokat, vagy amikor írtátok a dalokat? Igen, hát ugye a dalok már megíródtak, tehát ez ilyen szempontból egy olyan dal van rajta, ami tulajdonképpen ebben a formában nekem íródott, ez Dés László és Grecsó Krisztián írták, Szép mesék a címe, és ez tulajdonképpen nem egy musical dal, hanem ez a befejezése ennek a lemeznek. Volt új gondolat, az alapgondolatom az volt, hogy én nagyon-nagyon szeretem a musicaleket, és nagyon sok olyan dal van, ami eredetileg meghangszerelt verziójában a számomra már nem érdekes, mert úgy szoktam mondani, hogy kinőttem belőle. És kerestem azokat a formákat, természetesen nem én, hiszen nem tudok hangszerelni, hanem Bolba Tamás csodálatos kollégám segített abban, hogy Kassa Zsolt, aki a zenei alapokat készítette, olyan hangzásvilágot tudjon a daloknak varázsolni, amitől az én számomra is még mindig érdekesek, vagy újra érdekesek. Például a Koldus Opera, ami egy Brecht-Weill, mondjuk úgy musical, inkább zenés színházi előadás, és hát elég elvont zenéje van. Valószínűleg nagyon sokan nem tudják, hogy ebből az elvont zenei világból származik az a Mac the Knife című világsláger, amit a Robbie Williams egy ilyen big bandes verzióban feldolgozott. Én ezt a verziót választottam, mert attól még ez a Koldus Opera, csak azt gondolom, hogy ezzel egyrészt hozzám is közelebb áll ma, meg talán egy kicsit közelebb lehet vinni az emberekhez is az egyébként brechti mélységű történetet. Miért pont újratervezés címet kapta a lemez? Nyilván volt magánéleti áthallása is, de nem feltétlenül a párkapcsolati újratervezésről szólt. Én azt gondolom, hogy 40 éves korára az ember nagyon-nagyon sokszor újratervez, és ez nem egy pejoratív fogalom. Tehát az első igazán komoly újratervezésem 19 évesen volt, amikor megszültem a fiamat, és mindent egyszer csak máshogy kellett az életemben élnem. Ez egy végtelenül pozitív pillanat volt, de attól még nehéz, és attól még nagy erőt és nagy kitartást igényel. Az, hogy 5 évvel ezelőtt külön költöztem az előző férjemtől, ez is egy újratervezés volt, de erről sem gondolom, hogy egy egyértelműen negatív történés lett volna. Nagyon sokat kaptam ebből a történetből is, mindannyian, akik egy ilyen újratervezés szereplői vagyunk. Azt gondolom, hogy kapunk ezekből a dolgokból, csak így kell tudni hozzáállni. Minden, ami új, az jó, mert az valaminek a kezdete. Hát folyamatosan változunk. És most itt a karácsony, egyébként nálatok hogy lesz ez? Hát mi egy ilyen klasszikus patchwork család vagyunk. Ezt ugye? Akartam mondani. Az a helyzet, hogy összesen a nagyfiamat, és hogyha az ő kedvesét is beleszámoljuk, akkor a 4 gyermeknek összesen 8 szülőhöz kell eljutni a karácsony napján. De meg szoktuk tudni oldani szeretetben, békességben. Nyilván a szentestét azt már együtt töltöm a gyerekeimmel, tehát amikor úgy rendesen besötétedik, akkor szép lassan mindenki visszaér mindenhonnan,
de az egy fontos dolog szerintem, hogy 24-én és vagy 25-én mindenki találkozzon mindenkivel, mert hogy ez mégiscsak nem csak a szeretetről szól, hanem nekem a családról is. És bár ez furcsán hangzik, de egy ilyen patchwork családba mindenki beletartozik, aki valamilyen módon kötődik akár az adott gyermekhez, vagy az adott felnőtthöz, szóval mi nagyon sokan vagyunk, és nagyon, azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy mindenki nagyon szeretné, hogy ez a nap, illetve ez a három nap, ez a lehető legjobban sikerüljön mindenkinek, és hogyha ez a szándék, akkor az azért össze szokott jönni. És ilyenkor vannak ötleteid, praktikáid, vagy minden évben valamilyen újdonság, vagy receptek, bármiféle, amivel készülsz? Nagyon-nagyon szeretem a karácsonyt, tehát nálunk ez egy ilyen nagyon komoly ünnep, és tulajdonképpen nem is maga az az egy-két-három nap, hanem ez az adventi időszak, amit én imádok. Tehát készülni magára az ünnepre, mézes kalácsot sütni, már három adag elkészült, amit a kislányommal gyúrtunk, szaggattunk, a lakást is díszítjük, nagyon-nagyon sokféle kézműves dolgot szoktunk kipróbálni, van, amihez még tanfolyamot is elvégeztem, tudok gyapjúangyalkát készíteni például. De jó. De én imádom a karácsonyt, és főleg ezt a részét. Szerintem egy gyereknek nagyon jól meg lehet tanítani a másikra való odafigyelést a karácsony által, mert ugye hetekig készül arra, hogy örömet okozzon valakinek. Az nekem egy végtelen büszkeség, hogy a kislányom most már tulajdonképpen 2 éve, ha megkérdezem, hogy miért várja a karácsonyt, akkor azt mondja, hogy nagyon várja és nagyon izgul azért, hogy mit fognak szólni az ő ajándékához. De cuki, fordítva gondolkodik, és ez olyan jó. Azt mondtad, hogy szeretsz örömet szerezni, bocsánat, és ha jól láttam, akkor itt van ugye a lemez, és mellette valami kis ajándék esetleg. Igen, hát ez egy másik, tulajdonképpen ajándék az én számomra is. Március 18-án 2017-ben a Budapesti Kongresszusi Központban lesz egy lemezbemutató koncert ehhez a bizonyos lemezhez, ami hát nagyon nagy dolog, mert nekem utoljára szóló koncertem az Erkel Színházban volt 14 évesen, ezt most aki tud matematikailag haladni, az kiszámolhatja, hogy mikor történt. Úgyhogy én ezt nagyon várom, és hoztam erre a koncertre 2 jegyet, és akkor ezt felajánlanám, hogyha remélem, hogy valakinek örömet és boldogságot fog okozni. Musical koncert, de ez is azért kicsit újra tervezve, az én általam szeretett dalokat olyan formában fogom énekelni, egyrészt ahogy ezen a lemezen, másrészt ahogy az én szívemhez a legközelebb. Te reméled, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nagyon fog valaki örülni neki. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és még az albumról énekelsz nekünk egy dalt. Igen, meg ezt átadom nektek. Aláírtam mind a kettőt, sok szeretettel. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ezt el is teszem ide. Szóval igen, énekelek egy dalt. Pont az előbb említettek. A cápadal? A cápadal, igen, cápadal. Ez a McDonough. Köszönjük szépen, ezzel folytatjuk akkor tovább. És Isten értesse még egyszer. Köszönöm szépen.